most! Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks FM-en. A házigazda Somodi Solymos Eszter. Szép napot kívánok mindenkinek, így vasárnap délelőtt Somodi Solymos Eszter vagyok, és adásban hoztam vendégemet, Marton Renátát, köszöntelek itt a stúdióban. Na, köszönöm szépen a meghívást én is. Nagyon érdekes lesz a téma, hiszen az apropóját az adta, hogy én annak idején, még 1-2 évvel ezelőtt, vagy hát mondhatjuk bő 2 évvel ezelőtt, találkoztam veled utoljára egy előadássorozaton, a Szavak ereje előadássorozaton, Csengély Dénes Kulturális Központban, de akkor már ugye kismamaként az utolsó előadás egyikén ültem és beszélgettünk, és most újraindult a Csengély Dénes Kulturális Központba, és ugye NLP Life Coachként apostrofálnak mindig a plakátokon, úgyhogy talán kezdjük is onnan, hogy mit is jelent ez pontosan, hogyha valaki NLP coach? Hát az NLP-ről beszélnék akkor először, hogy egy kicsit helyre tegyük, hogy az mit jelent, mert ugye ez egy akronéma, ami 3 szóból áll, a neurolingvisztikus és programozás. Ez egy tulajdonképpen olyan módszer, ami a gyors, tudatos és a hatékony változás érdekében jött létre az 1970-es években. Tulajdonképpen egy csodálatos technikai gyűjtemény annak érdekében, hogy meg tudjuk változtatni, hogyha meg szeretnénk a gondolatainkat, az érzelmeinket és a viselkedésünket a világ felé. Én nagyon gyakran van olyan, hogy érzel valamit, ami kellemetlen, mondjuk pont olyan harag, vagy bánat, vagy bármiféle. A kétségbeesés is ide tartozhat? Igazából minden negatív és pozitív érzelem, csak ezek azért hoztam meg föl ezeket, mert ugye a pozitív érzelmekben szeretnénk fürödni, viszont a negatív érzelmeket szeretnénk megváltoztatni, legalábbis az, aki felismeri, hogy ez egy negatív érzelem, és szeretné megváltoztatni. És az NLP technikáinak a gyűjteményében van egy csomó olyan lehetőség, illetve olyan eszköz, amit elővehetsz, hogy gyorsan és hatékonyan megváltoztathasd azt az érzelmet, amiben nem szeretnél lenni. Ez nagyon érdekes, mert amikor, hogyha mondjuk veszekszel hozzád legközelebb álló személlyel, és meg is haragszol rá, és nem is tudod ezt a szituációt kezelni, meg hát ő sem, akkor ugye kialakul egy olyan konfliktus helyzet, ami az nem könnyű, amiben nem könnyű abban a pillanatban élni. És a technikák segítségével gyorsan meg lehet ezt változtatni. Lehet, hogy erre alapvetően valaki született, hogy gyorsan leküzdje ezt az érzelmet. Jó, menjünk tovább, nincs semmi gond tulajdonképpen. Szeretjük egymást, és haladjunk együtt a mindennapokban. De azért az a gyakoribb, amikor megharagszol, és fürdesz abba a haragba, és akkor följönnek minden negatív dolgok, amiket eddig megéltél azzal a személlyel, bárki legyen az, hogy a munkatárs, vagy élettársad, vagy gyereked, vagy éppen aki közel áll hozzád. És úgy gondolom, hogy ha valaki beleássa magát mélyen az NLP technikáiba, akkor ezt nagyon gyorsan meg tudja változtatni, és visszaáll egy harmónia. Ez mondjuk egyik célom is, hogy ezt megmutassam, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Szerintem nagyon egyszerű és mindennapi dolog, ugyanakkor nagyon sokan nem gondolkodunk rajta, hiszen alig van időn gondolkodni ilyesmin. Na, hát ezért is találtam, hogy ebben az órában gondolkodjunk akkor ebben, és azt is tudatosítsuk a hallgatókban, hogy a szavaknak igenis van ereje. Hamarosan folytatjuk, ne menjetek sehova, visszatérek Marton Renivel. Adásban. Ez a Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között. Adásban. Vissza is tértem Marton Renátával, vendégemmel, és hát nagyon érdekes témába vágtunk bele, és már így érintőlegesen érintettük a titulusodat, hogy NLP Life Coach, és el is kezdtük beszélni, hogy az NLP pontosan mit jelent, de akkor talán vegyük szóról szóra a rövidítéseket. Köszönöm, hogy megkérdezted. Igen, ez a neuro, a lingvisztikus és a programozás, ugye külön is, hogyha megmagyarázzuk, akkor azért az egység összeáll. Ugye a neuro az gondolkodásunk, viselkedésünk és érzékelésünk, ezek mind neurológiai folyamatok összessége. Uh-huh.
A programozás az arra utal, hogy a gondolataink, viselkedésünk és az érzésvilágunk fejlődésünk során kialakult sajátos idegrendszeri programok kivetülése tulajdonképpen. És akkor másolunk, utánozunk, és megismerjük a saját környezetünket, és ezeket ugye tudati szinten elraktározzuk, ezeket a tanult sémákat, és ebből lesznek azok a mindennapi dolgaink, amiket csinálunk, és gyakran nem is nézzük meg, hogy mit miért, de ennek segítségével, hogyha lebontjuk, megmagyarázható a különböző viselkedésünk különböző helyzetekben. 1970-es évek elején igazából két egyetemi hallgató, egy nyelvész John Grinder és egy pszichológiai, matematikai hallgató, akit úgy hívnak a Richard Bandler, ők arra tették a fejüket, hogy a hatékony emberi kommunikációt fogják vizsgálni. Most ennek a keretében ők megvizsgáltak minden addig élt és dolgozott sikeres pszichoterapeutát, illetve pszichológus. Ők mit tapasztaltak? Vizsgálatait, így van, meg feljegyzéseit, és ez nagyon érdekes módon, ilyen pszichológusok, mint például, hogy Milton Erickson, meg Virginia Satir, Young, és még sorolhatnám, és akkor ezeket elemezték az ő munkásságuk, elemezték az ők feljegyzéseiket, modellezték, elméleteket alkottak, következtetéseket vontak le, és megfogalmaztak bizonyos alaptéziseket, és így az NLP-nek vannak is előfeltételei, úgy hívjuk őket, magyarul ez érdekes, vagy alaptézisnek hívjuk őket, amik általánosságban igazak az emberekre, illetve az emberek gondolkodásának a fejlődésére, nagyon érdekesek, mert egy-két dolog kicsapja a biztos idégot, hogyha belegondolsz. Aha. És ugye, és akkor mindebből hozták össze ezeket a fejlesztő módszereket, amiket ők kidolgoztak, és használhatóak az önfejlesztésre is, de nagyon sok minden másra is. A fóbiák, a félelmek leküzdésére, az üzleti életben is alkalmazzák, tulajdonképpen számomra ez innen indult először. Eredményes kommunikáció, a hatékony célkitűzés, a konfliktus kezelés mindenféle életterületen, ugye a tudatos életmódváltás, személyiségfejlesztés, hatékony tanulás, és tanulás, ami úgy szintén szenvedélyemmé vált ezáltal, nagyon sok helyzetben alkalmazhatóak ezek a technikák. Nagyon sokan szokták azt mondani, amikor változtatást szeretnének kieszközölni, hogy jó, nekem ez úgy sem megy, mert én genetikailag ilyen vagyok. Tényleg igaz ez, hogy ennyire le lehet valakinek önmagát kódolni? Tehát gondolok itt arra, hogy persze rengeteg tanulmány, rengeteg lehetősége van az embernek a fejlődésre, de talán a kezdő kulcs az, hogy eldöntsük, hogy de tudunk változtatni. Igen, ez egy nagyon kényelmes kifogás, hogy én ilyen vagyok, és hogyha ez az ember életében egy működőképes rendszer, amilyen az ember, amilyen vagy, akkor nincs is okod változásra, illetve változtatni. Igen, ez is egy alapfeltevés, amúgy, hogy az emberek tökéletesen működnek. Igen, a saját értékrendszerük szerint, a saját gondolati struktúrájukban tökéletesen működnek. Nincs szükség a változásra, ő úgy gondolja, hogy tehát minden, amit gondolsz magadról, az igaz. Vagy valahol kivetül, mint igazság az életedben. Itt a változásra akkor van szükség, amikor úgy érzed, hogy valami nem működik, hogy ezen változtatni szeretnék, hogy lehet, hogy jobb lenne jónak lenni, lehet, hogy jobb lenne kedvesebbnek lenni magammal. És ugye, amikor elkezdődnek már a bizonyos betegségek a testben, az egy jel akkor. Hát ez általában a gondolkodásnak, a gondolkodás, a hatékonytalanságnak a kivetülése, és akkor orvoshoz rohanunk, mert azt hiszük, hogy akkor majd az orvos segít, és az orvos segít is egy darabig, aztán megint visszatér. Vagy mert valahogy, csak a tünetet tudja kezelni. Persze, a tüneti kezeléssel nincs is gond, és persze az orvos segít, mert azért, hogyha eltörik a térded, akkor azt a gondolatban mégsem tudod megváltoztatni. Viszont ott megvizsgálnám azt, hogy mi okozta azt, hogy ez a balesetbe tudott következni. Na, érdekes, nagyon érdekes, és nagyon sok téren, még esetleg egy törött térnél is hatékony az a megválasztott gondolatoknak a kezelése, de igazából sokan ezt tényleg úgy gondolják, ez megtörtént, erre nekem nincs ráhatásom, nincs befolyásom, ez a teljes mértékig a külvilág hatásainak vagyok kitéve. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez egy téves gondolat, és minden megváltoztatható.
Te hogy kerültél ebbe a munkába bele, hiszen ahogy említetted is, ugye nem ez volt a kezdete a pályafutásodnak, a karrierednek. Mikor láttad a szükségességet annak, hogy ebbe az irányba elmozdulj? Neked is esetleg pont érezted, hogy valamin változtatni kell? Hogy kerültem bele? Igazából ez egy folyamat része. Én már nagyon korán találkoztam azzal a teóriával, hogy mennyire fontos az, hogy hogy gondolkodsz. Amikor először észrevettem igazából, hogy ez mennyire fontos, az akkor volt, amikor Magyarországra begyűrűzött az MV, és annak keretében voltak ilyen csodálatos összejövetelek, meg ünnepek, ahol az embereket összeszedték egy helyen, és akkor motivációs beszédeket tartottak, és ott találkoztam egy ilyen könyvvel, hogy a Sikerkalóz Dale Carnegie-től. És hát érdekelt is, hogy mit ír, és rengeteg sikersztori volt benne, és minden egyes sikersztori arra utalt, hogy valaki a gondolkodásán változtatott ahhoz, hogy sikeresebb ember legyen. Természetesen ugye ezeknél, tehát az MLM képzéseknél ez a pénzről szól, tehát hogy hogyan tudod az eladás technikákat alkalmazni, illetve minél nagyobb sikert érjenek el. Igen, ugyanakkor számomra nem. Számomra inkább erről szólt a meggyőzés, hogy saját magadat, mert igazából már akkor láttam, hogy nekem szükségem van irányításra, mert az én család mintáim nem voltak olyanok, amik esetleg egy hatékony életre készítenek föl. Akkor ezt én még nem így fogalmaztam meg, csak hogy láttam azt, hogy szeretnék mintákat látni. Azt láttam, hogy saját családomban milyen funkcionális és diszfunkcionális dolgok léteznek már eleve, és ehhez képest a szomszéd, a barátnőm családja, a más családok hogy működnek, és hogy az más volt. És hogy nekem miért nincsenek ilyen, mint én, miért nem látom ezeket. És tulajdonképpen innen indult az egész efelé hajló gondolkodásom. Aztán utána természetesen nagyon sok minden történt az én életemben, és követtem a saját, nem éppen hatékony családi mintáimat, tökéletesen választottam annak megfelelően, ahogy én ezt tanultam a párkapcsolatban is, és amikor ez a párkapcsolat csődbe ment, ez egy nagyon hosszú párkapcsolat volt, akkor ott álltam egyedül, és azon gondolkodtam, hogy eddig más által határoztam meg magam, nem is tudom, hogy hogyan kell igazából egyedül élni. Nem tudom, hogy mik az én saját gondolataim. Ugye akkor már filmekből is az ember tanul, hogy nem tudom, hogy szeretem a rántottát. Ez annyira tipikus mondat. És tényleg nem tudtam. Tehát, hogy oké, most azért eszem a rántottát így, mert így ette a társam, és azért eszem így, mert így szerette a környezetem, vagy nekem aztán teljesen mindegy, és így voltam vele, tehát én nagyon simulékony, alkalmazkodó ember voltam, és vagyok is, igazából ezt most már értékként élem meg, és nagyon szeretem, hogy ilyen vagyok, akkor úgy gondoltam, hogy ez hátrány. Mert hogy nekem határozottnak kellene lennem a döntéseimben, és tudom kéne, hogy mit akarok, és tudom, hogy mit akarok, ugyanakkor nagyon szívesen alkalmazkodok másokhoz, nekem ez nem fáj, nekem ez nem esik nehezemre, de én ilyen vagyok, nem mindenki ilyen. És én ezt elfogadtam magamban, ezzel együtt, és emiatt is talán most nekem csodálatos életem van. Hát akkor innen folytatjuk, és rátérünk a szavak erejére. A Paks FM-en vasárnap délelőtt vendégünkkel vagyunk adásban. Adásban. Ismét visszatértem vendégemmel, Marton Renátával, NLP Life Coach szakértőként ide hívtam, hogy egy kicsit nézzük is meg, hogy miért érdemes egy kicsit magunkkal foglalkozni, és megtalálni a lehetőséget, hogy hogyan tudunk fejlődni. És hát akkor azt már megtudtuk, hogy hogyan is kerültél a kapujába ennek a szakmának, de ilyenkor nagyon fontos, szokták mondani a szakemberek is, hogy nyilván az ember nem egy új tudományt talál föl, hanem elkezd kutatni, keresni. Mennyire volt nehéz neked kutatni, keresni és megtalálni azokat a szakembereket vagy tudósokat, akiktől viszont ellesheted a csinyát, binyát ennek a coachingolásnak? Igen, ja, ez nagyon érdekes történet úgy szintén. Nagyon szeretem a történeteket, amúgy is, mert úgy gondolom, hogy a történetek gyógyítanak, illetve segítenek a gyógyulásban. Hát először is, amikor
rájöttem arra, hogy nem működök jól. Igen. az én értékrendem Igen. szerint. Akkor elkezdtem keresni, hogy jó, valakinek kell, hogy segíteni tudjon. Kihez tudok fordulni? Menjek el pszichológushoz? Olyan nagy bajt nem éreztem, hogy lenne, de lehet, hogy volt, csak éppen nem gondoltam arra, hogy esetleg egy pszichológus segíthetne ebben. És teljesen véletlenül, amit tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen isteni útmutatás volt, hogy egy magazinban láttam egy ilyen tanfolyamról egy lehetőséget, az NLP tanfolyamról, ahova azt írták, hogy segítünk neked jól élni az életedet, tehát ahogy kell. És ez engem nagyon megfogott, ez a gondolat, és el is mentem erre a tanfolyamra. Mondjuk ez nagyon nehéz volt, mert még nagyon pici volt a kislányom, aki most 16 éves, és mellőle elmenni egy ilyen nagyon intenzív tanfolyamra, nagyon, nagyon nehéz volt, ugyanakkor azt hiszem, hogy az egyik legjobb döntés az életemben. Már foglalkoztam előtte is a gondolatok erejével, mert hogy foglalkoztatott. Olvastam Louise Hay könyveit, hallottam a megerősítésekről, hogy mennyire jó, hogy mosolyog, és a világ visszamosolyog rád. És akkor arra gondoltam, hogy oké, rendben, csodálatos közhely. De miért működik? Tehát én arra is kíváncsi voltam, hogy ilyenkor mi történik a másikban. És utána tanultam meg, hogy tulajdonképpen ilyen harmonikus rezonanciába kerülünk egymástól, hogy azért itt az agyban vannak különböző végbe menő kémiai folyamatok, amik történnek. Tehát az, hogy mosolyogsz, és a világ visszamosolyog rád, az egy tudományosan is megmagyarázható dolog. Az, hogy a megerősítések, például egy ilyet tegyél ki az ajtódra, hogy ma csodálatos napom lesz, és mindenki visszamosolyog rám, és én mindenkit szeretek, és engem mindenki szeret, ezt kiteszed az ajtódra, és furcsán hangzik, de jól érzed magad. Az elején még azt mondod, hogy ajaj, mi az a bodorság, de azért csinálod, és belejössz, és ugye mondtam, hogy egy ilyen diszfunkcionális párkapcsolatban voltam éppen, és nagyon rossz napom volt, és ő is azt mondta, hogy mi az, amit ide kiteszel az ajtóra, nem kellene ki. A férfiak ezt nehezen szokták Igen. először elfogadni. Igen, és akkor látta rajtam, hogy rossz napom van, már jóban nem voltunk, és látta rajtam, hogy rossz napom van, és azt mondja, szedd már össze magad, és nézd az ajtóra, mit írtál oda ki. Csodálatos napod lesz. Minden rendben lesz, így meg. És ezen ugye nagyon meglepődtem, hogy működött nála is. Igen. Pedig nem volt ilyesmire nyitott. Úgyhogy igazából tényleg működik, és a Louise Hay megerősítéseit erősen javaslom, mert tudományos magyarázata is van annak, hogy ez miért jó nekünk. És akkor elmentem erre az NLP tanfolyamra, itt nagyon sok mindent tanultam, nagyon sok mindenre rájöttem, ez egy nagyon érdekes, gondolatébresztő tanfolyam volt, ugyanakkor megtanultuk a technikákat. Láttam használatban is, és az egyik legérdekesebb, hogy ha érdekel, az egyik legjobban elgondolkodtató ilyen technika az volt, amikor ez már a vége fele volt a tanfolyamnak, hiszen akkor már rá tudtál hangolódni a másikra, hogy a gondolatolvasást megtanítják neked. Hogy látod azt, hogy a másik fejében mi van. Természetesen azt. Úgy gondoljuk, hogy az utcán mész, és látod Zsuzsa néni, mit akar vásárolni a piacon. Hát ez azért nem úgy van, mert nem igazán veszed át az ő rezgéseit. Igen, szándékosan nem, ez egy ilyen tudatos ráhangolódás a másikra, de ez sem olyan, amit nem tapasztalsz meg az életedben, mert hogyha nézed csak a gyerekedet meg saját magadat, mert hogy ez egy ilyen nagyon szoros kapcsolat, amire nagyon könnyen rá tudsz kapcsolni, azért is hozom fel ezt példának, hogy hányszor érzed, hogy mit gondol, mit érez, mit akar mondani, rengetegszer, de ugyanezt a pároddal is, hiszen egy háztartásban éltek jó esetben. És ugye a kialakul köztetek az, amikor a rezgését átveszed, amikor érzed, és tudod azt, hogy mikor van rossz kedve, jó kedve, és kimondod azt, amit gondol néha. Tehát pontosan erről Igen. van szó. És tehát ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen látod azt, ami a másik fejében van, hiszen a saját magad térképed által fordítod le azt a rezgés hullámot, amit ő kibocsát, vagy visszafelé. Ugyanakkor ez nagyon könnyen segíti azt is elő, hogy ugye empatikusabbak legyünk a másikkal, mert rájössz arra, hogy igen, valóban ez van benne, hogy ezek az érzelmek akár negatív, akár pozitív benne is léteznek, és azt hiszem, hogy ez az, ami a tolerancia felé minket sokkal könnyebben visz. Csak ehhez kell egy tudatos odafigyelés. Itt a kérdés az, hogy mennyire tudatosan figyelünk a saját gondolatainkra, magunkról és a másikról, és hogy ezt mennyire
mennyire értékeljük át. Meg tudod, ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy valójában szerintem az is fontos kérdés, hogy amikor megérezzük a másiknak a nehézségét, problémáját, akkor azt mire szeretnénk felhasználni? Ha az önigazolásunkra, és nem arra, hogy együtt keressük tovább a jót, akkor szintén hiába ismerjük föl, hogy a másikban milyen gondolatok vannak. Igen, nagyon fontos, hogy milyen célt akarsz elérni azzal, amit a másik emberrel csinálsz. És hát ezt direkt mondtam így, mert igenis, hogy a másik emberrel csinálod, igen. Különösen, amikor fölismered azt, hogy ő most nincs egy jó állapotban. Igen. És akkor még ráteszel egy lapáttal, vagy nem, vagy visszamész, és azt, visszalépsz, és azt mondod, hogy jó, akkor most hadd legyek én itt az, aki felülről nézi a dolgokat, és átsegítem a másikat azon a lendületen, ami lehet, hogy nem kéne, hogy belelovalja, hanem átsegítsem. Ezek nagyon fontos dolgok, és ritkán felismerhető. De persze én láttam azt, hogy van, aki ezt tényleg zsigerből tudja, és az olyan szép, legalábbis számomra. Igen. És van az, aki meg direkt kihasználja. És hát ezért ezt úgy gondolom, hogy a társadalmunkban látjuk is, nagyban és kicsiben is, hogy vajon átsegítjük ezen a lendületen, vagy belelovaljuk az embereket. Igen. A Szavak ereje előadás sorozaton nyilván többen ülnek együtt, és hallgatnak téged, és természetesen kérdéseket rakhatnak fel. Ezt mondhatjuk úgy, hogy ez egy csoportos óraként funkcionál, de felmerül ilyenkor az emberben a kérdés, hogy vajon egyénileg is foglalkozol-e bárkivel? Igen, csináltam egyéni coachingot, én nagyon szerettem csinálni az egyéni coachingot, olyankor ugye figyelsz a másikra sokkal jobban, és könnyebben átadod az információt, olyankor csak egy emberre koncentrálni, tulajdonképpen nem, mert az ő környezetére is, mert hogyha valami az ő gondolkodásában megváltozik, akkor a környezete is változik vele, ez egy természetes reakció. Most már nem csinálok egyéni coachingot kettő okból. Az egyik ok, hogy kijött egy törvény, egy saláta törvény, amiben az van, hogy Magyarországon csak az csinálhatja a coachingot, aki vagy egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy Magyarországon akkreditált felsőfokú intézményben szerezte meg a coaching diplomáját. Na most én nem kívánom akkreditáltatni az én papíromat, és nem is szeretném ezt az egyéni coachingot csinálni egyáltalán. Ennek viszont más oka is van. Ugye mi 2017-ben elvesztettünk egy kisbabát 5 napos korába, és ez az év, ez amúgy is nehéz volt az én számomra, mert anyukám is ebben az évben halt meg, és ezt a két gyászt feldolgozni egyszerre, erre szerettem volna akkor koncentrálni az energiáimat először is, másodszor meg a problémák kicsit átalakulnak, és mások problémái számomra akkor már, hogyha egy ilyen tragédiával találkozik az ember, akkor fölülértékel mindent az életben, és nem szerettem volna ezzel foglalkozni személyesen, mert nem a gyászfeldolgozással, mert azzal igen, és erről beszélek is, csak hogy a személyes problémákat én már nem akarom kezelni, illetve segítek. Igen. Az alakult ki bennem, hogy sokkal több embernek tudok egyszerre segíteni. Na, inkább így mondom, mert ez a helyes megfogalmazás annak, amit mondani szeretnék. Inkább akkor egyszer elmondom sok embernek, ugyanazt, amit elmondanék személyesen is, igen. Sőt, én segítek eszközt is adni a kezükbe, mert ez egy előadássorozat itt Pakson. Itt Pakson ugye ingyen megközelíthető. Igen. Én máshol is csinálom ezt, máshol azért kemény pénzekért, mert ugye az energiák azért találkozzanak, és nagyon szeretem is csinálni. És nekem nagyon fontos az, hogy egyszerre több és nagyobb tömeghez jusson el az információ. Én ebben hiszek is különben, hogy ezt az információt át lehet adni. Én azt láttam, már évekkel ezelőtt is tapasztaltam itt Magyarországon, hogyha van egy vállalkozásod, van egy információd, amit kemény verejtékkel szereztél meg, ezt nem akarod átadni. Tehát nem szívesen adod át. Igen, nagyon visszafogják. De ez egy, ezt is értem, tehát ez egy társadalmi, a társadalmi irigységből származó egyéni irigység is, ami nem feltétlenül
tartok én helyesnek az én értékrendem szerint, de ez van, tehát ez egy létező jelenség, és ezen úgy gondoltam, hogy talán tudok egy icipicit változtatni azzal, hogy megmutatom azt, hogy nem leszel kevesebb attól, hogy ezt továbbadod. Tehát nem biztos, hogy a másik ezt úgy fogja felhasználni. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik felhasználják. Uh-huh. És látom is ilyen női vállalkozó csoportokban, hogy sokan panaszkodnak azért, mert hogy lenyúlta, lemásolta, megcsinálta, figyelj, ez nagyon jó, ezt, mert akkor valami jót csináltál, most a te feladatod az, hogy fejlődj és csináld jobban. Ez egy új feladatot ad. Ez egy új feladat. Tehát én ezt nem érzem annak, hogy ez egy hátbaszúrás, én inkább azt gondolom, hogy egy lendülettel kellene ilyenkor tovább haladni, és lehet, hogy másik irányba. Tehát sose lehet tudni, lehet, hogy éppen egy nagyobb változás, lehet, hogy ez egy üzenet a jó Istentől, hogy nem ez a feladatod. Mi viszont most tovább lendülünk egy dallal, és innen folytatjuk. Adásban kérdezünk. Adásban hozzuk a választ. Már is folytatjuk, ahogy megígértem, hiszen Marton Renátával ülök egy stúdióban, és ahol befejeztük az előbb, az két gondolatot is rögtön ébresztett bennem. Az egyiket csak úgy ledarálnám, hogy egyébként a csoportos órák előnyeit én abban szoktam megtapasztalni, hogy gyakran, hogyha az ember face-to-face egy-egy ember találkozik, akkor könnyen van az, hogyha nem azt kapom, amit én akarok a szakembertől, akkor felállok, hogy na, ez is aztán annyit ér, amennyit. De amikor egy csoportban ül az ember, és visszajelzést kap, meg reflektációt a többiektől is, akkor már kevésbé esik abba a csapdába, hogy a szakemberrel van a probléma, és nem velem. Hamarabb elhiszi, hogy oha, ő is látja, hogy ebben van igazság, akkor nem fogok tagadásban élni. De talán ami viszont nagyon személyes gondolatot ébresztettél bennem, hogy tőlem is szokták kérdezni a munkám során, hogy ha valaki lekoppint, vagy hasonlót csinál, mint amit mondjuk én megcsinálok bármelyik munkám során, az engem mennyire zavar. És én mindig olyan nyugodtan szoktam azt mondani, hogy engem egyáltalán nem tud zavarni, mert megcsinálhatja ugyanazt, de én abban teljesen biztos vagyok, hogy amit én letettem az asztalra, az teljesen tőlem származik, az én vagyok, és engem tükröz. Tehát nem tudok attól tartani, hogy nem lesz helyem a munkámban. Abszolút igazad van, ez az önazonosság, ez nagyon, nagyon fontos, hiszen ezt te magadévá teszed, te így vagy teljes abban, amit csinálsz, és hogyha valaki ezt lemásolja, és akkor ez most bármilyen másolásra is vonatkozik, hogyha ezt valaki lemásolja, úgyse tudja úgy csinálni, ahogy te, hiszen ő az ő saját gondolatrendszere szerint fogja ezt átvenni, úgy fogja működtetni, és lehet, hogy bele is bukik, mert nem biztos, hogy ő ezzel tud azonosulni. Most nem mondom, hogy nem, de az is lehet, igen. Hogy igen, és akkor ott jobban csinálja, és hogyha másban mondjuk benned ez egy negatív érzelmet indít el, akkor meg kell nézni, hogy mit csinál jobban? Igazából ezek nagyon jó dolgok, tehát hogyha át tudjuk ezt értékelni, és azt mondjuk, hogy ez egy ajándék, az, hogy ez most megtörtént velem, és nem úgy érett, nem tragédiaig, hanem már megint ez történt velem, hanem úgy, hogy oké, már megint ez történik velem, ennek a mintának van valami oka először is, és annak is, hogy felismered, meg annak is, hogy ez történt, üzenete van számodra, ajándékként tekintesz rá, és már rögtön át tud alakítani valami hasznosra számodra, és lehet, hogy tudsz ezen, most azt a szót használom, hogy javítani, de igazából csiszolni abba az irányba, ami a te önazonosságoddal megint csak harmóniában van, és sokkal jobban fogod csinálni. Én versenyhelyzetben tudok jól teljesíteni. Én mindig mondom, hogy nekem nem érdekem, hogy a körülöttem lévő embereket eltapossam. Én azt szeretem, hogyha ők ott vannak, igen. És egymást ösztönözzük arra. Ez nagyon tetszik. Igen, ez nagyon. És mindig azt szoktam mondani, én addig örülök, amíg fúj a szél, mert akkor van miért tovább menni, igen, tudod, az ellenállás. Is olyan jó dolgozni. Igen, mert felismered és értéknek tudod tekinteni. Igen. Most ugye, de azért lássuk be, hogy a társadalom nagy részében ez nem mindig. Nem mindenki így van ezzel. Igen. De azt látom, hogy van igény a gondolati fejlődésre.
azt látom, most visszatérve egy kicsit erre a csoportos órákra, azt látom, hogy igen, az emberek megerősítik egymást, és egyre többen érdeklődnek, különösen most a pandémia után. Ugye volt nálunk már mint a szavak erejének két éves kihagyás, és látom azt a tudati feljebb emelkedést, ami itthon történt. Ez egy csodálatos dolog. Úgy érzem, hogy ez a rákényszerített magadba fordulás, az nagyon sok emberből a jót hozta, most az én értékrendszerem szerint a jót, tehát a jó irányába való elmozdulást hozta elő, illetve az útkeresést. És akkor meglátod, vagy meglátom én, hogy ez mekkora feladat, de igazából meglátod te is, mert szerintem ez mindenkinek a feladata, hogy ki vagyok én, hogy erről így beszélsz, hát ki vagyok én, csak szeretek erről beszélni, illetve folyamatosan kutatom az újabb gondolatrendszereket, azokat, amiket hasznossá tudunk tenni, és ezt szeretném elmondani. Tehát ez az átadásnak a vágya, és az a lelkesedés, amit az emberek felé én mutatok, ez valódi. Igen. Abszolút ez önazonos. És képzeld el, hogy ezért is tartott olyan nagyon sokáig megalkotni a weboldalamat, mert alkotom, tehát készül a weboldal, csak ugye mint a másolás van. És nézem azt, hogy mások, akik hasonló tevékenységet végeznek, hogy csinálják. És folyamatosan az a gondolat jött föl, de én másképp akarom, én másmilyen vagyok, én másképp akarom, és most vagyok azon az úton, hogy megtaláltam ott is a saját hangomat talán, és ezzel a gyermeki lelkesedéssel azt akarom, hogy ez látszon. Tehát nekem nagyon fontos, hogy ez a gyermeki lelkesedés, ez átütő legyen. Emlékszem annak idején, mennyire rosszul esett, amikor itt a gimnázium, az esziben voltam, csak középiskolát akartam mondani, hogy a középiskolában hozzánk, ugye mi is titkárnőnek tanultunk, én a menedzser asszisztens akkor még úgy hívták, arra szakra jártam, és ilyen külsősök jöttek megtanítani nagyon sok mindent. Azt tudod, hogy kell asztalt teríteni, meg hogy a diplomáciai alapelvek milyenek, hogyha különböző nációi emberrel beszélsz, akkor mit kell csinálni. Ezek fantasztikus élmények voltak amúgy, és ez a csoport, ez adhatott rólunk egy elemzést. Igen. És ez bekerült az évkönyvbe, amit utána megkaptuk. És engem annyira szíven ütött, amikor azt írták rólam konkrétan, hogy még nagyon messze vagyok a valami hasonló, pontosan nem tudom idézni, de hogy gyermeki a hozzáállásom a dolgokhoz, és hogy még tulajdonképpen be kell, hogy nőjön a fejem lágya, és engem az annyira rosszul esett, mert tudtam azt, hogy 14 éves korom óta én elköltöztem otthonról, saját lábon áll, hogy lehet az, hogy úgy gondolják, hogy én nem vagyok felnőtt. Látod a szavak ereje, igen. Mennyit tud nagyon érdekes, számítani. Nagyon érdekes volt, és emlékszem, hogy ez nekem évekig esett rosszul, és nem is akarom látni azt az évkönyvet, és most úgy vagyok vele, hogy igen, ez nem változott. Tehát nem nőtt be a fejem lágy, és valószínűleg nem is fog, és lehet, hogy pontosan ez az érték, amit tovább is szeretnék vinni, ez a gyermeki lelkesedés, és tudod a tanításban, mert ugye ezzel a különleges módszerrel az érzékelés tapasztalás útján megtanulható dolgokkal tanítom az angolt is, és imádom csinálni, és a gyerekek is imádják, és pontosan emiatt, mert látják a tanárban azt a gyermeki lelkesedést, amiben ők most élnek, és ezért egymásra tudunk hangolódni, tehát a rezgésünk hasonló, tehát szívesebben tanulnak, mert nagyon nagy tévedés az, amikor azt mondod a gyereknek, hogy magadnak tanulsz. Mondhatod, csak nem igaz, meg ő sem érti, hogy miről beszélsz. A gyerek vagy neked tanul, vagy a tanárnak. És általában egy iskolában még a tanárnak tanul. Nagyon sok tanár nem ismeri ezt föl. De ez így van. Hogyha belegondolsz az életedbe, akkor valószínűleg te is tapasztalod. Én is a tanáraimnak tanultam. Imádtam az eszis tanáraimat. És a mai napig hordozom azt, amit tanultam tőlük. Igen. Az eredmény engem sose érdekelt, ez tény és való. De hogy az arcán lássam azt, igen, hogy... Igen, ugye? Ja, jó van. Volt, hogy megírtam úgy egy eszét, igen. Hogy tudtam, hogy nem lesz ötös, de a saját gondolataimat írtam bele. Igen. És az elismerő, hogy na, ezt a csibészséget igen, és akkor nézted benne, igen, nagyon, igen. Na, ez nagyon fontos. Most minket is tanít a rádió, hogy egy kis szünetet kell tartanunk, és már csak sajnos rövid időre, de visszatérünk.
Adásban kérdezünk. Adásban hozzuk a választ. Visszatértem vendégemmel, Marton Renátával, és amit itt a zene alatt én már le is fixáltam magam, hogy még jön vissza vendégnek hozzám, úgyhogy hamarosan tovább fejtegetjük ezeket a nem mindennap is nagyon érdekes témákat. De ha már a szavak ereje volt a gondolatébresztő, hogy újraindult az előadás sorozat a Csengély Dénes Kulturális Központban, arra gondoltam, hogy akkor térjünk is talán ki rá, hogy mindig tematika szerint mennek az előadások, és akkor így rábökünk egyre, hogy például volt olyan, hogy varázsszó. Vannak varázsszavak? Tényleg léteznek varázsszavak? Varázsszavak léteznek. Az, hogy hogyan használod őket, az ugye attól függ, hogy éppen milyen szituációban vagy. Én hiszek a varázsszavaknak a hatékonyságában, igen. Ezt is tudományosan is meg lehet magyarázni, hiszen David Hawkins könyvében, az erő kontra erőben olvasható az, hogy a szavaknak rezgéseik is vannak, és van ugye nagyon magas rezgésen lévő szavak, nagyon alacsony rezgésen lévő szavak. A legalacsonyabb az a bűntudat, és a legmagasabb az a hála. És ugye nagyon sokan azt hinnek, hogy a szeretet, de igazából a hála. És akkor így rá is térek a varázsszavunkra, ugye, mert tanítunk a gyerekeknek ösztönösen, illetve tanult minták alapján, hogy mond a varázsszót, és akkor az ugye a köszönöm. Igen, nagyon szépen hallatszik az, hogy hálás vagyok. És az, hogy hálás vagyok, az valószínűleg még jobban is rezonál, próbált ki, vagy akár a kérlek. Ugye a kérlek is egy olyan, hogy rögtön, hogy nagyon szívesen segítek. Mennyivel szebben hangzik, mint az add ide, létszi. Igen. A kérlek, a képzeld el az varázsszó. Ugye beszéltük arról, hogy a sztoriknak, tehát a mesélésnek ereje van, igen. És hogyha fölhívod másnak az elméjét arra, hogy képzeld el, akkor már rögtön egy kíváncsiság jelenik meg, és ugye tehát ez a kíváncsiság az nagy erő, ugye képzeld el is ilyen. Aztán, ha akár hiszed, akár nem, a most. Jó. Tegyük össze ezt a kettőt. Képzeld el most. Uh-huh. Oké? Okay? Vagy hogyha mondjuk te is anya vagy, és akkor, hogyha a kislányoktól szeretnél elérni, vedd fel a cipődet most. Uh-huh. És ez nagyon... Azon a kapcsol. Működik. Igen, a most az egy olyan dolog, amit ő már megtanult, hogy ez egy ilyen azonnali reakciót igényel, hogy a most. Az hogy nagyon szépen becsomagolsz egy kérés, és utána oda teszed, hogy most, akkor az valószínűleg hatékonyabban fogja érinteni azt, akit okéred. Így van. Azért, mert az is egy nagyon jó varázsszó, erre is voltak tanulmányok. Most nem fogok erről beszélni, de hogyha esetleg visszajövünk, és a technikákról mondjuk beszélünk, akkor ott elmondom ezt a történetet, hogy bizonyították be, hogy ez azért, mert működik. De hogyha kérsz valakitől valamit, és meg is magyarázod, és azt mondod, hogy azért, mert teljesen mindegy, hogy milyen bagattel a magyarázat. Sokkal hatékonyabb. Hoznál nekem egy pohár vizet? Azért, mert szomjas vagyok. Uh-huh. Tehát persze, hogy azért kéred a vizet, mert szomjas vagy. De mégis ott van ez a... Ez munkahelyeken is probléma szokott lenni, hogy utasítást kap valaki, igen, nem tudja, hogy miért, és pont ezért, mivel nem is érti, hogy miért kell megcsinálnia, igen, nem annak megfelelően fogja elvégezni a dolgát. De ha megérteni, hogy miért, akkor azonnal. Így van, legépelnéd ezt nekem? Uh-huh. Azért, mert szükségem van rá délután 3-kor. És akkor már is tudja. És az agyadban mondta, hogy szüksége van rá délután 3-kor. Én vagyok az, aki segíthetek neki, természetesen megcsinálom, és szívesen csinálom, mert elmondta nekem, mert igazából ez a, úgy gondolom, hogy ez a kölcsönös tisztelet, igen, hez is hozzátartozik, hogy az embernek hogy a másiknak elmondom azt, hogy miért kérem azt, amit kérek tőle. Ez csodálatos. No. És ez természetesen úgy van, hogy én is a mindennapjaimban ezeket használom, és működik. Nem. De saját magamat is emlékeztetnem kell néha arra, hogy ezek a szavak működnek, hogy ezeket használjam, úgyhogy természetesen ez mindig vissza kell terelni a gondolatokat abba a kerékvágásba, ahol jól működik. Nekem is. Akkor is, hogyha tudatosan tudom azt, hogy erre hogy figyeljek. Ez egy folyamatos feladat, igen, tulajdonképpen. És nekem nagy tükröm a kislányom, most már nagylányom Atina. Őt megtanítottam kicsit korábban, hogy nem azt mondjuk, hogy ne felejtsd el, hanem azt mondjuk, hogy emlékezz rá, vagy hogy jusson eszedbe. És amikor mondom neki, hogy ne felejtsd el ezt, meg azt, akkor mondja, hogy anya, jusson eszedbe, emlékezz rá.
És hát mi is emlékezzünk rá, hogy még rengeteg kérdés maradt bennem, úgyhogy vissza fogunk tapsolni, de addig is ajánljuk figyelmébe a hallgatóságnak, hogy a Csengéd Dénes Kulturális Központ oldalát érdemes követni, hiszen a szavak ereje folytatódik az előadás sorozat. Marton Renátának nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen én is. Hát mindenkinek további szép napot délelőttöt, aki nem maradna velünk, hiszen érkeznek hírszerkesztő kollégáink, akivel visszük tovább a műsorfolyamot. Maradjatok velünk! Adásban voltunk! Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! A Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között.